Balogh Zoltán vagyok, Canonicalnél dolgozom, és az SDK meg a UI Toolkit, tehát az Application Framework fejlesztő csapatát böködöm, őket terrorizálom és velük fejlesztek. Ja, Először is köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök neki, hogy, hogy Magyarországon is magyarul is van lehetőségem 10 percnél többet beszélni technológiáról. Erre nem volt példa az elmúlt 15 évben, kicsit nehéz lesz. Hogyha valami nagyon hülye szót láttok, amit nem rosszul lokalizáltam, akkor, akkor elnézést kérek. Röhögni ér a gépeléseken is. Äh, elsősorban megpróbálok a, a Ubuntu az Ubuntu telefonnak a, 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 user interfészéről és az SDK-ra, meg azoknak a komponensről beszélni, mert azon én foglalkozom. De, de megpróbálom azért lefedni az egész Ubuntu fontot, hogy mi az egész Ubuntu Touch, mi, a, mi az egésznek a koncepciója. A konvergencia platform, ez a 1404-es célja az Ubuntu-nak. Tehát, hogy megszólhasson egy olyan operációs rendszer, amelyik a okostelefonoktól, a, az okostelefonoktól, az esetben a, a buta telefonokon, a kis tablet, nagy tablet, tévé, akármilyen nagy kijelzős, nagy rendszereken is ugyanazzal a user experience-el, ugyanazokkal a komponensekkel, ugyanazzal a kinézettel, ugyanazokkal a szolgáltatásokkal, és gyakorlatilag ugyanazzal a, a, az operációs rendszer platform hátérrel működik. Ez egy nagyon-nagyon ambiciózus terv. Ezt jelen pillanatban talán a, Microsoftnak sikerül úgy, hogy megvalósítani ezzel a, a Windows 8-as rendszerrel. Nehéz, nehéz teret, tehát nehéz egy olyan, olyan user experience összehozni, amit tényleg egy zsebben elférhető kis device is, meg egy 46 szolos tévén is ugyanazt adja vissza. Mi az, ami, tehát hogy, hogy, hogy igazániból miért a nagy nehézség ez? Hogy ezeknél a, a különféle platformon nagyon különbözőek a képernyőméretek, értemszerűen ez a felbontás, tehát más egy 300 dpi-es, meg más egy 75 dpi-es kijelzőre, hogy, hogy más egy meg egy alkalmazásra. Az input modellek azok gyökeresen különböznek. Nagyon-nagyon ritkán esik szó, hogy, hogy egy egy desktopon alapvetően diszkrét eseménybemenetek vannak. Tehát az ember klikkel egyet, az egy vagy nem klikkelek, vagy klikkelek. Van egy XY koordinától, klikkelek. Ezek mind diszkrét események. Erre nagyon szépen föl lehet húzni egy, egy, egy user interakciót, mi történik a rendszerben. Ugyanakkor egy, egy okostelefonnál, egy, egy érintőképes okos nincsenek ilyen diszkrét események, alapvetően úgymond ezek a gesture vannak. Tehát az, hogy az ember rányomja az ujját egy képernyője, az nem egy diszkrét esemény, az elkezdődik, az folytatódik, az véget ér, adott területen, adott hosszúságig, ez egy minden sokkal bonyolultabb user input. És akkor még a diszkrét be, be inputokkal rendelkező eszközöknek is mások lehetnek, meg más az, ha van egy 100 gombos billentyűzetem, meg más az, ha van mondjuk egy, egy 30 gombos tévétávirányítom. Tehát ezek az input, input ezek mind-mind nagyon mások, és teljesen átrendezik az emberek az elvárásait. Nagyon ritkán jut eszébe egy, egy smartphone felhasználónak, hogy az elvárásai mik egy-egy. Egy okostelefonnál, tehát amikor ülünk a számítógép előtt és várunk mondjuk 0,7 másodpercet valamire, akkor az teljesen normális, tehát hagyjuk sőt, szinte gyors. Ugyanakkor egy 0,25-ös várakozás egy jogos már agygörsét okoz az embereknél. Tehát egészen más felhasználási elvárások vannak. Más területekre is használják, más egy mozis rendszer, mint más egy alapvetően egy ilyen gyertyafingó alkalmazás az okostelefonon. Tök más rendszer. Ezeket össze kell hozni mi az, ami ugyanakkor, ami, ami egy ilyen konvergencia platformán lehet azonos? Lehet azonos a vizuális világ. Tehát lehet az, hogy, hogyha valaki a metrón elővesz egy, egy Ubuntu tabletet, akkor, akkor ránézek, és látom a színvilágról, a formavilágról, a betűtípusról össze a kép, hogy igen, ez egy Ubuntu font. Ugye, megismerek egy ios is. Az alkalmazások lehetnek egyformák. Tehát ugyanazzal a fejlesztői környezetben, ugyanazokkal a komponensekkel, meg lehet csinálni ugyanazokat az alkalmazásokat. Tehát nem egy, ez nem egy komoly kihívás. A felhasználási minták, ezek a hú de rosszul, ez az interaction flow, tehát az, hogy hogyan is használ az ember egy, egy eszközt, az, hogy a, a, az Ubuntu-nál szeretjük vagy nem szeretjük, az, hogy balról jön be a launcher, ezt meg lehet csinálni tabletnél is, smartphone is, tévén, tehát ezt, ezt, gyakorlatilag lehet adaptálni különböző formfaktorokra, úgymond. És ugye a technológia az lehet teljesen azonos. Tehát lehet ugyanazon a kernelen, ugyanazon a middleware-re fölépíteni az egész rendszert. Tehát egy Ubuntu-fonnak maga, ha az ember egy SSH-val rácsatlakozik, és ott van ugyanabban a terminál van van egy teljesen jól megszokott desktop környezetében. Tehát ugyanúgy, ahogy APT-get lehet csomókat telepíteni, ugyanazok a megszokott shell terminál alkalmazások működnek. A technológia az lehet ugyanaz ami hihetetlen nagy nehézség, és, ami, és ezzel kezdtünk el igazán először foglalkozni, az egységes és új vizuális dizájn. Tehát ezt gyakorlatilag scratch újra kellett mindent csinálni. Tehát nem működnek azok a, nem működnek azok a komponensek, azok a widgetek, amik, amik, egy desktopon működnek, nem adaptálhatók tabletre. Egyszerűen nem skálázható, nem, nem forgatható, el, gyakorlatilag teljes ki kell dobni az egészet, újra kell csinálni, mert nem működik különböző eszközökön egyforma felhasználó interakciók legyenek. Tehát ez, a, amit mondtam, ez a különböző input metódusoktól és a különböző elvárásoktól a teljesítményre ezeket össze kell hozni. És akkor ugye ott van, hogy egy olyan technológiát kell kialakítani, mert hardware platform független. Tehát az, hogy egy, egy X86-os desktopról nekünk át kell menni egy ARM-ra. Ez elképesztően nehéz, annak kell, hogy úgy tűnik, hogy nem. Nagyon-nagyon nehéz. Úgy, ahogy ilyen szempontból a Debian alapú rendszerek, azért szerencsés helyzet vannak, mert a Debian egy nagyon-nagyon jó portolt rendszer, ugyanezt örökli az Ubuntu magával. Tehát ebből a szempontból szerencsénk van. Tehát ugye a, a, a maga az egységes vizuális rendszer, tehát az, hogy, hogy ha alkalmazás fejlesztőknek csinálunk egy eszközt, akkor mindenkinek kell, kell egy, 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 UI toolkit, kell csinálni butonokat, listákat, háttereket, konténereket, ezeket minden rendszerhez meg kell csinálni. Aki már valaha elkezdett alkal, akármilyen alkalmazásba, alkalmazást fejleszteni, az mindig ezzel kezdi, hogy na, akkor pontosan hogyan is csinálnak egy listát, milyen, milyen, gombokat tudok csinálni. Tehát ezeket gyakorlatilag meg, kellett meg kell csinálni, meg kell csinálni. És tehát mi csapatunk ezt a UI toolkit hegeszti. Ugye, Három alapvető dolog van, hogy mi a cél, hogyan állunk neki a dolognak, mit akarunk elérni, mi az, amivel különbözni akarunk. Azért most itt competitionben vagyunk, tehát ezt nem kell elfelejteni, hogy itt azért ott az Android, ott az iOS, ott van egy csomó minden van, amit, 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 amit fel kell venni a versenyt, jobbat kell csinálni, tehát mese nincsen. A cél az egyértelműen az, hogy legyen egy komplett komponens, tehát ne hiányozzon belőle olyan dolog, amire alapvetően szüksége lesz az alkalmazás fejlesztőnek. Nagyon fontos, hogy megőrizze magának az anya platformnak a grafikus dna -t. Ez hihetetlenül fontos, egy alkalmazás fejlesztésnél mindenki elfelejti. Gyakorlatilag minden alkalmazás fejlesztés rendszerbe ez ki van dobva. A háttem az egyik legnagyobb problémájának a dolognak. Tehát én, ha én vagyok az Ubuntu, én vagyok az Ubuntu közösség, én vagyok akkor én azt szeretném, hogy amikor elérjük a 10 millió alkalmazás számot, akkor az a 300 alkalmazás, ami a te meg a te meg a te, telefonod van, előveszed a metróban, az ugyanúgy megmaradjon Ubuntu telefonnak. Ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát ez igazándiból nem sikerült a Nokia-nak, nem sikerült a Samsungnak, az Apple-nek sikerül. Tehát ez, ez, azon múlik, hogy a UI komponenség, a UI toolkitjük mennyire van konzisztensen megtervezve. Tehát ebből nem lehet az, hogy a, a, ez a háttérmelő talpanzásnak ilyen grafikái vannak, olyan színvilágja van, gyakorlatilag idő után elveszti a, a, az eszköz, az identitását. És ez gyakorlatilag egy, egy, egy ilyen brandépítésnél hatalmas bukta. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy hordozza a, a, az Ubuntu Design DNA-ját. Teljesítse a konvergencia platform elvárásait, ez egy ilyen, ilyen furcsa hangzik, de gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy minden komponasnak skálázható legyen, tehát felbontás független legyen, orientáció független legyen, és gyakorlatilag beleilleszkedjen ebbe a, 46 szótól gyakorlatilag a 4 szólik bármelyik elképzelés. És ugyanúgy architektúra független legyen, tehát ne, ne legyen az, hogy hát ez a túlkit, csak x 8 on működik, bocs. Tehát ezeknek működnie kell. Amivel, amivel végül is, csak rátérjük a technológiára, hogy ezek azok, amiért gyakorlatilag a kútnak a kútötös kiadását választottuk, hogy ezzel dolgozunk, ennek is a, a QML, tehát a Qt 2 OpenGL és a, 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 annak a, a V8-as JavaScript Engine-ével, hogy ezekkel lehet elérni ezt az a architektúra függetlent, ezt a, a, a skálázhatóságot, tehát ez egy nagyon rugalmas rendszer. Politikailag rendkívül nehéz döntés volt. Tehát ez még egy másfél évvel ezelőtt még abszolút nem ennek át az ászló. Nagyon rezgett a rész, hogy most akkor a Nokia az hogyan van az egészszel, hogyan áll össze, ki fogja, aztán akkor a Digiának az akvizíciója után miért megy. Ez egy nagyon-nagyon ingományos terep volt. Nem, de nem nagyon volt alternatívája. Tehát a mai napig se nagyon látok alternatívát erre a dologra. Hatalmas előnye az, hogy ez a QML, JavaScriptes deklaratív programozás egy hihetetlen gyorsan, tehát nagyon-nagyon meredek tanulási görbivel lehet nagyon jó alkalmazásokat csinálni. Rendkívül produktív. Tehát az a, az hogy bárki ezt, az, ezt a shell-t, ami gyakorlatilag ugyanaz a, a, telefon shell, ami a, amit a Ubuntu desktopon van, a launcher meg a, a lenszekkel, mindenit, ez körülbelül egy négyfős csapat csinálta meg két hónap alatt. Tehát egy, egy fantasztikus produktivitás az, amit a QML lehetővé tesz és hordozható. Tehát ez, egy, ez egy olyan, az a kút keretrendszer, azért egy, egy, a gyakorlatilag a Windows-on, most már Android-on és Tizen-re, iOS-re, Blackberry-re, jól gyakorlatilag minden platformon nagyjából ugyanaz a, a, a kútos rendszer lesz. Tehát ez mindenképpen egy, 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 frankóság. Tehát ezek azok az alapjai, hogy miért, ezt, miért Qt öt választunk, miért qt miért QML, és nagyjából ez merre az irányba megy. Na, az alkalmazás fejlesztés hogyan is történik, ugye? Előnyben vannak azok a hardware gyártók, akik magának gyártja a hardware is, meg a platformot is, és össze van nőve a dolog. Amikor, a, amikor ugyanúgy akarunk csinálni egy, egy, egy ilyen okostelefos operációs rendszert, mint, mint egy desktopos Ubuntu, hogy igazából nem tudjuk, hogy milyen hardware fog rákerülni, akkor azért van néhány macerás dolog. De alapvetően úgy kezdődik a dolog, hogy van egy hardware platformunk. Bármi. Tehát most ott van a Galaxy Nexus, van ez. Azon vannak driverek, azon vannak magának a hardware apik. Tehát azon van egy csomó, minden, amit lehet csinálni, vagy nem lehet. Vagy van rajta GPS, vagy nincs rajta. Vagy lehet a kamera, vagy nincs. Tehát van egy, van egy, amit a hardware lehetővé tesz. Ezt a gyártótól kapja az adott platformot adaptáló cég, vagy közösség. Arra készülnek el a CC++ API, amiket már a Canonical és az Ubuntu közönség együtt fejleszt ki. Tehát ez már egy kicsit szűkebb dolog, ez azért még mindig inkább ilyen platformfejlesztési dolog. Ebből olyan nagyon-nagyon nem egyszerű bele lépni. Bele lehet, csak én igazániból azt mondom, hogy elég komoly szívás, tehát nem olyan nem olyan magától értetődő. A másik rész az, az, az inkább az a kettő összevonva, ez a QML és a Qt pluginok. Ezt a kettőt gyakorlatilag az, a, az SDK csapat és az a, a Application Framework fejlesztő csapat a közösséggel eléggé együtt fejleszti. Tehát ha valaki be akar kapcsolódni ebbe a játékba, akkor már ennél a pontnál már lehet azt csinálni, hogy én akarok csinálni egy, egy négydimenziós holografikus alkalmazást, és erre meg erre a device-nak van négydimenziós holografikus driver, meg hardware hozzá, csak hát ugye nincsen hozzá Qt plugin. Tehát akkor a kiskolbász előveszi a Qt creator megcsinálja hozzá a C++ Qt plugin azt a Qt plugin-t mint egy, egy library-t berakja a, a platformra, és arra épülve megírja a vegytiszta QML alkalmazását. Tehát gyakorlatilag az alkalmazás fejlesztés során nincsen szüksége a natív C fejlesztésre. Mert maga a library, amit használni akar, az jön a platformból, miután oda a bekontributálta. Hm. Világos? Nem. Jó, a, a, a Perlek a c library, az megvan. Na, valami olyasmi. Tehát, hogy igazániból nem áll neki az ember buherálni a c Ezt nagyon sokan ledobják a le, hogy nem, és miért akkor nem csináltuk C-Probot? Csinálhatsz, de nem az a cél, hogy a QML alkalmazást az kiborájuk C-kóddal hanem az a cél, hogy csináljunk akkor egy frankó újra felhasználható, a közösség által továbbfejleszthető, meg tesztelhető, meg dolgozható plugin a kút alá. A kút ez egy nagyon jól pluginálható rendszer. Tehát ez a, ezek azok a rétegzettségek, ezt nagyon nehéz úgy megérteni elsőre, mert a legtöbb ember azt mondja, hogy új, hagyjatok békén a C-vel, vagy az, hogy mi az, hogy nem csináltok C-t. Csinálhat, csak ez ketté van választva. Hol tartunk most? Van körülbelül 25 komponensünk készen. Hát az nagyjából, amiket ott felsoroltam, hogy, hogy text inputoktól kezdve, sépeken, butonokon, switchen, ikonokon, ami, a, ami, ami szemszájnak ingere. Ezeknek a sorrendjét alapvetően az határozta meg, hogy milyen demókra készülünk. Tehát amikor oda megyünk egy, egy hardware egy operátorhoz, hogy nem beszélünk mutatni az Ubuntu font, és akkor milyen alkalmazásokat demozunk, akkor annak meg az alkalmazásoknak megcsináltuk a komponenseit. Tehát ami hiányzik, az azért hiányzik, mert igazániból még nem, nem volt rá nagy szükség. Most példának okáért most jön a, a, a közösségből akar csinálni egy srác egy óraalkalmazást, és azt mondja, hogy neki kell neki alarmra, akkor, akkor, csinálunk egy, egy, egy es apita magára arra az alarmrendszere. Tehát ez a, ez a, szükség alapján fejlesztjük ezeket a komponenseket. De nagyjából ezek a vizuális komponensek, ezek jól vannak. Mit tudnak? Témázható. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egy ilyen CSS per QML kombinációs stílusozással lehet testre szabni, kezdve a komponensektől egészen az alkalmazásokig. Tehát gyakorlatilag nem kell az alkalmazáshoz hozzányúlni, meg az egész keretrendszerhez ahhoz, hogy ha azt mondja nekem egy, operátor, hogy ő neki már pedig a bugyirózsaszín a kedvenc színe, akkor pikpak, egy kis CSS buhárával gyakorlatilag színét tudjuk varázsolni a kedvenc alkalmazását. Ez a témázhatóság, ez egy fontos dolog felbontás független. Tehát ez, 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 ugyancsak fontos, hogy egy, egy adott alkalmazást, hogyha én rádugom a HDMI az Ubuntu forra, egy 46 szoros tévét, és azt mondom, hogy drag and drop ez a, ez a messages alkalmazás, áthúzom a 46 szorra, akkor az fő skálázódjon. Ne csak egyszerűen full screen ki dobja magát, bután, hanem egy 300 dp-ről átmenjen arra a, 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 a TV felbontásra. Hát ugye a lokalizálhatóság és az egész nemzetközi támogatottság, ez alapvetés. Tehát azért az, hogy egy adott alkalmazást az tényleg lehessen lokalizálni rendesen, legyen left to right, right to left, a adott mértékek, ékezetek stb. Tehát ez az egy fontos dolog. Ez, 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 ez igazából nem a mi érdemünk, ez a kútnak az érdeme. Erre nagyon jó. Kompatibilitás. Ha én tudnám, hogy ezt a szót miért írtam bele, akkor most tök jó lenne, gőzöm nincsen hogy hát véletlenül az a, ja igen, megvan, kompatibilitás. Az api az apiknak a fejlesztésénél az elsőleges szempont az volt, hogy a létező QML meg a Qt platformokkal kompatibilis legyen. Tehát azt akartuk, hogy legalább a migo meg a Maemo 6-osnak a, a, az apiaival egyenlő. Tehát ha ott volt egy alkalmazás, ahol volt egy button, akkor az copy paste nagyjából működjön. Ugyanígy az aktív plazmának a, a, az API rendszerével van egy kompatibilitás. A BlackBerry-vel, hát ez nem volt egy triviális, ahol, ahol ők nem csináltak olyat, hogy ez most Blackberry buttonnak hívják, ott lehetett csinálni, de törekedtünk rá. És azért próbáltunk úgy, hogy a jollával is kommunikálni, tehát amennyire lehetett, hogy, hogy, hogy csináljuk már együtt meg a kútta magával. Tehát az, hogy minél kisebb fejfájást legyen az alkalmazásokat portolni. És a API dokumentáció, hát ez egy nagyon jó dolog, mert nagyon sok, hát ez gyakran lemaradt, ez, ez egy ilyen nehézkes dolog, most nekünk van. Tehát ez egy jó dolog, azt mondja az ember, hogy listview akarok, akkor a List view ra van példaprogram, van rendesen dokumentáció, developer.ubuntu.com-on megtalálható. Elég sok meló volt vele, de megvan. A fejlesztési modell, nyílt fejlesztés, nyílt forráskód, ez két dolog. Tehát az, hogy valami nyílt forráskód, attól az még nem lesz nyílt. Tehát január 8-án az Ubuntu, Kanonika bejelentette, hogy mit csinálunk egy smartphone, meg tablet operációs rendszert. Akkor, amikor a Mark Shuttleworth ezt mondta, akkor Zolika ült a számítógépbe, és azt mondta, hogy push. És akkor ott fölment a députal puttal a szorszkott. Mert onnantól kezdve hogy gyakorlatilag minden commit, minden bug, minden public, bárki branchelheti, bárki komitálhat. Rigiúvolni kell a de bárki. Tehát nem egyszerűen csak nyílt forráskor, hanem teljesen nyílt. Dizájnnal, mindennel, bárkivel, kontakttal. A teljes csapat, tehát a teljes fejlesztői csapat publikus uh, Freeno DRC-n ott van, napi 8 órában. Tehát nem, nem csak egyszerűen valami free software csinálunk, hanem tényleg teljesen publikusan, hogy, hogy lehet-e Mennyire lehet mondjuk beleszólni, vagy mennyire lehet kontributálni, nem egyszerű, de nem azért, mert hihetetlen egy köcsögök vagyunk, hanem azért, mert rendkívül rigid ö, 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 kritériuma van annak, hogy valami bekerüljön. Tehát, na, tehát gyakorlatilag mondjuk képzeld el úgy, hogy, hogy, hogy annak, ahol van a text input, ezt egy magyar sát csinálta, az egy hét volt megkódolni, és négy hétig ment a review utána. Tehát brutális review-k vannak, és nagyon kemény dolog, és ezt nagyon sokan nem szeretik, és azt mondják, hogy Á, hernyózunk. Nem hernyózunk, hanem nagyon-nagyon kemény elvárások vannak. De legalább nyitottan csináljuk. Ami különösen nehéz teszi a dolgot, hogy az egész az egy design, tehát visual design. Tehát nekünk tényleg vannak a, 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 a sálas, felállóhajós fiúk, akik gyakorlatilag megrajzolják nekünk ezeket a szép butonokat, és, és mi az alapján csináljuk meg. Tehát ez kell, mert állítólag ez fontos, hogy szép is legyen valami. Ez van és akkor egy a prototípusok folyamatos próbálja, hát a, 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 kóra alkalmazásokat alapvetően a community csinálja. Tehát a kalendárt, a klokkot, a Facebookot, a Twittert, ezt community projektekkel csináljuk, és gyakorlatilag folyamatosan új, új frissítések vannak, újra kipróbálják az SDK-t, napi szinten frissítjük. Tehát azért megpróbáljuk a, a, a community ahogy lehet bevonni. Ú, uh, alkalmazásfejlesztési eszközök, SDK. Mármint az az SDK-nak az a része, ami a túl. Alapvetően ez egy nagyon sok szöveg, kult kreator. ugyanúgy kút kreator, mint ahogy a, Nokia N9-hez alapú volt az alkalmazás környezet, ahogy a, 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 Jólának, a, 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 a Szélfisének Qt és ahogy a BlackBerry-nek is Qt Creator. Gyakorlatilag a kult kreator is egy elég jól plugin euh, plugin hogy mondják ezt? Szóval elég jól lehet hozzá fejleszteni ilyen, ilyen, pluginokat. És, és ez ugye elég, elég, elég jól, gyakorlatilag ugyanazt a modellt használjuk mi is, mint a, a, a korábbiak, nem rosszabb, vagy nem jobb, mint, mint akármelyik másik. Sokat vitatkoztunk, hogy legyen -e Eclipse, vagy ne legyen -e Eclipse, nekem történelmi okokból az Eclipse-től fájlször a hátamon, maradtak a e, Nagyjából, tehát ezek, amik, amiket most tudnak. Tehát, tehát gyakorlatilag QML, HTML5 alkalmazás, meg C++ plugin templétek vannak, gyakorlatilag az ember rádugja a device-át, azt mondja, hogy fusson az alkalmazás, alkalmazás fut. Lehet böködni, kilépni, Gyakorlatilag teljesen normálisan. Ami, a, ami egy érdekes dolog, az, hogy ez a teljes SDK túlokkal, apikkal, csomagokkal, kutyafülével e, szólsz, hogy Raring, Precise, Quanta. Éppen így, amikor bejöttem az ajtón, hogy valaki kérdezte, na és milyen helyzet az U a rolling release-ével, hát az SDK-val erősen rolling release-en vagyunk, mert gyakorlatilag folyamatosan backportolunk a 1204-es release-ig visszamenőleg mindent. Ami hát nem egy nagy öröm, viszont cserébe bármelyik Ubuntu felhasználó, bármelyik Ubuntu dolgozó, fejlesztő az, az utána tud ennek a dolognak menni. Mi következik, hogy milyen ezután? Egy raklap komponest meg kell csinálnunk, tehát a sermenű, dátum-időpont kiválasztókat, gombrácsokat, akkor most dolgozunk éppen az automatikus orientációnál. A kútnak a saját orientáció, meg a saját layout menedzsmentje az nem rossz, de ők igazándiból megoldják az egészet egy ilyen H-box, V-box megoldással, és akkor ankorónak jobbra-balra csókolom. Nekünk meg inkább az lenne a fontos, hogy az egyes kontének meg komponensek azok átrendeződjenek attól függően, hogy most kicsi, nagy, jobbra, meg balra. Tehát valami olyasmi, amikor az ember rámegy egy, egy, egy CNN weboldalra, egy más device akkor látja, hogy a különböző frémek, különböző kontének máshol vannak. Ez ez azért jóval komolyabb meló, mint az, hogy egyszerűen csak azt mondani, hogy most akkor így áll, vagy úgy áll. Tehát ez, egy, ez, ez, éppen most készül el. A right to left az, az nem egy egyszerű dolog, de az is gyakorlatilag az, ami következő. És a, a, a fejlesztési eszközöknél, mert nekem van -e nagy álmom, hogy az egész ilyen ide, tehát ez az integrált environment, ezt egy elfelejteni, és a legfontosabb feature-eket így kirobbantani a desktopba. Tehát az, amikor én azt mondom, hogy most buildelni akarok egy, egy, egy platform package akkor én a buildnek az indikátorba lássam, hogy hogyan áll. Vagy az, hogy én azt mondom, hogy, hogy a, 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 legyen egy olyan lenszem, ami mondjuk a, a az alkalmazásokat fogja egybe, vagy akár a change útjaimat és az egyes targeteket, virtuális targeteket. Tehát azt mondja, hogy klik, akkor én belépek a, Debian a Debian-nak adott release és azzal annyibe, Tehát az, hogy kicsit kivonni ebből, a, az van egy ablak, aminek menüjei vannak ide, azt egy kicsit átvinni abba, hogy a, az alkalmazás fejlesztés az a desktop experience-nek egy, egy, első osztályú tagja legyen. Tehát, hogyha ha minden desktopot tudjanunk el, hogy ja, ezzel lehet multimédiát fogyasztani, milyen frankosság, meg ezzel lehet social network az is frankosság, akkor lehessen a alkalmazást fejleszteni, úgyhogy nem egy kockább vagyok bezárva. Tehát ez nagyjából ez ilyen 1404-1310-es release-re lesz. Magának a, az SDK-nak a kőbevésett targetei azok a júliusi októberi határidők.